Sziasztok, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött, és örülök, hogy kezdődött egy ilyen beszélgetés egyáltalán a légiforgalmi társadalommal. Amiről én szeretnék ma beszélni, az az, hogy milyen szoftverekkel, illetve milyen fejlesztésekkel próbáljuk segíteni a pilóták munkáját. Tehát ugye, ahogy mondtuk, ez egy kétoldalú dolog, és tudjuk, hogy nehéz a felkészülés is, és hogy ezt általában sokan nehéznek tartják, de a lehető legkönnyebb eszközöket próbáljuk biztosítani a pilóták számára is, tehát nem csak a házon belül dolgozunk ezen. Négy dologról szeretnék ma beszélni nektek. Először is általánosságban, hogy mi az a repülés, de szerencsére szerintem, aki repült már, az kérem, tegye fel a kezét, hogy legalább a kis torna. Nagyon jó, megvolt. Tehát, hogy ne onnan kezdjük, hogy akkor mi az a repülési terv, és hogy ezt hova kell benyújtani. Az, hogy hogyan kell felkészülni, azt viszont szeretném majd egy kicsit bővebben kifejteni, illetve majd részletezni, illetve erre egy megoldást fogunk javasolni, illetve majd a jelenlegi fejlesztésekről látni fogjátok, hogy ez a Hungarokontroll által milyen mélységben támogatott, és ez is egy fontos pontja ennek, hogy közelebb hozzuk a kettő társadalmat, az irányítókat és a pilótákat. Illetve egy-kettő példa már a Bálint és a többiek által említett helyzetekre ebben a rendszerben, hogy vajon hogyan lehet ezt megoldani, illetve hogyan lehet a felkészülésben már ezekre készülni előre. Kezdjük is az elején. Szerintem ezt a képet nagyon sok mindenki magáénak tudja és érzi, hogy miről van szó. A repülés általában a szabadság érzését nyújtja, és mindenki arra gondol, hogy mostantól kezdve, hogyha felszálltam, akkor szabadság van, nem kell semmi mással foglalkoznunk. Netán feladok egy repülési tervet, de még nem tudom, hogy hol fogok leszállni, vagy ugyanoda majd visszamegyek. Nagyon köszönjük előre is, hogy adtatok fel a repülési tervet ilyen helyzetben is. De ugye a repülésnél a problémás esetek akkor jelentkeznek, amikor nem készültünk föl rendesen. Hagy meséljek el egy történetet, ami még egy néhány évvel ezelőtt velem történt meg, egy teljesen normális Buda, Őrs, Esztergom, Visegrád vissza körön, 2000 lábas tervezéssel, szépen előző nap felkészültem, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, AIP-ből átnéztem a légtérszerkezetet, a szabályzatot, hogyan kell fóniázni, átgyakoroltam. Utána megnéztem a meteorológiai adatokat. Hol lesz eső, mik a metárok, Gödöllő környéke, budapesti, Talf, esztergomi időjárás, majd megnéztem azt is, hogy milyen aktív légterek lesznek a napi légtérfelhasználási tervben, feladtam a repülési tervemet, el is indultam másnap nagy lelkesen, hogy hát akkor innentől kezdve már mindent tudok, nagy gond nem érhet, illetve hát a ficesekkel is rendszeresen szoktam beszélni, hát nekem egy kicsit könnyebb a dolgom, mert fölmegyek a harmadik emeletre, beugrok a hivatalos meteorológiai információkhoz, illetve bemegyek a ficterembe, és ott is tudok beszélgetni velük, hogy akkor mi válható nagyjából a közeljövőben, mondjuk azt a délutáni forgalomra vonatkozva. A probléma akkor kezdődött, amikor jöttem hazafele, és úgy nagyjából Szentendre és Üröm között mondta a fic, hogy szembetartó forgalom, ismeretlen, azonos magasságon, 11 óra irányából. Ilyenkor jön a pislogás, hogy hát, de hát én felkészültem, akkor most mégis van egy olyan forgalom, ami számomra veszélyt jelent, és igazából én sem tudok róla semmit, a tájékoztató sem tud róla semmit, és ez volt az a helyzet, amikor nem éreztem annyira biztonságban magamat. És így szerencsére elment mellettünk én egy jobbra fordulóval, ahogy tanácsolták, és el is kerültem a helyzetet, tehát elmentünk egy néhány száz méter egymástól, valóban egy magasságon, de onnantól kezdve nekem végig a fejemben volt, hogy vajon miért nem adott fel repülési tervet, vagy miért volt még mindig ismeretlen ez a forgalom. És hadd kérdezelek meg titeket rögtön, hogy akinek volt már ilyen, hogy nem adott fel repülési terve, nagyon kevesen vagyunk, tudom, én bevallom, nekem már előfordult, főleg amikor első 40 órámban első útvonalakat repültem, és tényleg a szomszéd Budaörs Farkashegytávot tettük meg, úgyse kell, mert úgyis rövid a táv, úgysem zavarunk senkit, és majd beszólunk előre alapon. De valaki tud valamit választ erre, hogy miért nem adott föl legutóbb tervet? Tehát bármi ötlet? Idő. Idő, nagyon jó. Valaki még, netán? Nem tudja, hogy kell. Macera. Ah, ez, köszönöm, 30 másodperces macera, köszönöm szépen. Én összegyűjtöttem a saját magam által vélt problémákat, hogy vajon miért nem volt repülési terve annak a szembejövő forgalomnak, és ugye, ahogy én is, lehet, hogy nem adott csak azért, mert 5 percet repülés a szomszédra ment, túl sokáig tartott netán, most itt említettünk egy 30 másodperces időt, amit meg tudok erősíteni, hogy én is adtam föl 30 másodperc alatt repülési tervet, tehát lehet. Lehet, hogy nem akart belépni semmi légtérbe, és azt hitte, hogy senki másnak nem okoz ezzel problémát.
Vagy lehet, hogy azért, hogy ne terhelje a frekvenciát egyáltalán, hiszen miért szólaljon meg, amikor ő úgyis olyan rövid útvonalon repül. Egy információ, Bálint vetített mozgóképeket, én csak egy képet hoztam nektek. Mind a kettő oldalon próbálom mutatni. Egy ismeretlen forgalom nagyjából így néz ki a radaron nekik, tehát egy 7000-es kóddal jó esetben látjuk az elsődleges magasságot is talán, vagy talán a másodlagos jeladó által küldött magasságot is, de abszolút semmit nem tud róla a Fices, hogy vajon merre fog menni, mik a tervei, és meg se tudja hívni. A legfőbb probléma az, hogy nem tud hozzászólni, hogyha bármit kellene csinálni, és kitérítő manővert kellene, nem tud hozzászólni, csak a többieket tudja szétlapátolni, ami már hallhattuk, hogy azért nem kis munka. Megoldható, megoldják, de az egy mondat helyett kell 5-10-et fóniázni, és ez jóval több idő. Amit már mondtak többen is, és a Csaba is említett, hogy terv nélkül ismeretlen forgalomnak számítunk, tehát ilyenkor nem tudják számunkra biztosítani a kutatást, mentést. Ez talán az egyik legfontosabb, mert hogyha bármi történik, akkor alapból nem tudják, hogy kit keressenek, milyen gépet, hány ember ült a fedélzeten, hány embert kell kiszedni mondjuk a roncsokból. Tehát gondoljunk magunkra, hogy sokkal nagyobb eséllyel éljük túl, hogyha tudják azt, hogy hova kell menni, milyen gépet keresnek, és időben el fognak küldeni értünk valakit kutatás mentésre. Nem léphet be ilyenkor nyilván senki semmilyen légtérbe, tehát ne is próbáljunk útvonalat repülni úgy, hogy netán valami katonai légtér környékén vagyunk, mert nem fognak tudni velünk mit kezdeni, tehát valószínűleg megtagadják tőlünk a belépési engedélyt is. És ugye a frekvenciát, hogyha elkezdenéd diktálni a levegőből feladott tervet, akkor nagyon-nagyon hosszú idő, tehát ezzel már volt is róla egy külön 2-3 perc, hogy próbáljuk elkerülni. Annak ellenére, hogy jogszabály lehetővé teszi, egyáltalán nem ajánljuk, és kerülendő. Amit ugye beszéltünk már, hogy a légiforgalmat kettőfél teszi biztonságossá, az egyik az irányítás, amit én tudok állítani, azt tudom, hogy több milliárdot költött már a cég arra, hogy olyan rendszereink legyenek, amivel lehetővé tesszük az irányítás biztonságát, a kisgépes tájékoztatás és az összes levegőben zajló forgalmat, viszont a másik fél az a pilóta, tehát onnantól kezdve, hogy van egy irdatlan drága rendszerünk, nem fogjuk tudni úgy üzemeltetni azt, és nem tudjuk kellően ellátni azt a feladatot, amit mit végzünk, hogy a biztonságot tudjuk garantálni, hiszen a rendszer csak annyira biztonságos, ami a leggyengébb fél garantál. Jelen esetben most a pilótaként, hogyha üzemelünk, mondjuk el, hogy hol leszünk, mikor, és onnantól kezdve nyilván tudnak nekünk tájékoztatást adni, irányítást adni. 214 operatív irányító és tájékoztató dolgozik nálunk, úgyhogy az állományunk erre fel van készülve. Hogyan készüljünk fel? A legfőbb kérdés, ugye itt már jött alapból az érdeklődés, hogy akkor de honnan lehet megtudni a légtereket, hogyan lehet képbe kerülni az egész helyzettel. Én rögtön kérdeznék akkor, hogy adjatok forrásokat, hogy honnan szoktatok felkészülni egy repülés előtt. Weblapokat, papíros dolgokat, bármit. Egy-egy mondatot kérek valahonnan. CERAWeb. Meteorológia, légtérfelhasználási terv 2. Notamokat megnézzük, honnan nézzük meg. Netbriefing, nagyon jó, hallottam ilyet. Hungarokontrollnál van ilyen, igen. Én még... Rocketroot, nagyon jó. Időjárást is említettük. Amit én hoztam listát nektek, eljárásokat, frekvenciát és légtereket, nyilván, ahol én dolgozom és amit készítek, az az AIP jelen esetben, tehát én állítom össze az összes olyan légiforgalmi információt, amit hivatalosan megkapunk, és tesszük közé az AIP-ben. Tehát ott akármit szeretnétek a magyar légtérrel kapcsolatban, meg fogjátok találni, remélhetőleg, ha nem, akkor küldjetek információkat továbbra is. Illetve itt megtalálhatjuk az összes frekvenciát, eljárást és a légtérfelhasználási tervet is szöveges formátumban. Ez azért fontosan hangsúlyozandó, mert eléggé nehezen feldolgozható a pilóták számára, hogy 50 sornyi koordináta oda van írva, hogy ilyen magasságtól ilyen magasságig, és válogassuk ki akkor, hogy most ténylegesen mit is kell elkerülni majd a térképen. Az időjárást is említettük, azt az OMSZ-tól kapjuk mi az információkat, velük dolgozunk együtt, és az ő honlapjukon is fent van a hivatalos meteorológiai helyzet, előrejelzések, és most már a kisgépes pilótáknak van egy külön felületük, ez az aviationmed.hu. Összegyűjtögettem az e-mail webcímeket, hogyha szeretnétek majd visszanézni a prezentációt, meglegyenek. Illetve a notamokat is hallottuk, tehát a bulletineket, amikor készítjük, azt a netbriefing.hu-n jelenleg is megtehetjük, hiszen már most üzemeltetünk egy olyan integrált rendszert, ami a hivatalos notam listát készíti el nekünk az útvonalunktól függően,
illetve hogyha akarjuk akár az érkezési, kiindulási repterünkre is. A leglényegesebb viszont még mindig, ahogy a Csaba is említette, ha felkészültünk, utána nyújtsuk be a tervet. Itt rögtön megint egy kérdés, hol adtatok föl, vagy hogyan adtatok föl legutóbb repülési tervet? Telefon. Netbriefing. Fax. Még egyet. Az is jó. Jó. Én az AIP-ben szereplő listát hoztam nektek, az EROUTE 1.10-es fejezetben ki van listázva, hogy hol lehet feladni, weboldalon keresztül, telefonon, e-mailben, faxon. Amit hangsúlyozni szeretnék, hogy ugye 30 perccel korábban ezt már hallottuk, és ezt megerősíteném, hogy a kollégák felkészüléséhez ez bőven elegendő, de ne adja Isten, olyan tervet küldtök be, amit nem tudnak azonnal feldolgozni, utána utánajárás, visszahívás, visszaigazolás, netán már előre valamilyen fajta légtérkoordinálás. Annyi kell, hogy előtte már tudjanak róla, és a szektorizációhoz is. Tehát 30 percet számoljatok rá arra, hogy leadjátok indulás előtt a tervet. És hogy mi mit javasolunk? A weboldalt mindenképpen, ezt mindjárt el is fogom mondani, hogy miért. Tehát jelenleg a netbriefing.hu-val nagyon sokan már most is használjátok, és szerintem több tízezer repülési terv érkezett már idén is a netbriefing.hu-n keresztül, amit ezúton is köszönök, főleg a használóknak, az arósok nevében is, akik kapják ezeket a terveket, és nem kell kézzel leírniuk, nem kell begépelniük, és utána nem kell ellenőrizni, hogy miért nem jó az a pont, amit kézzel beírtak, faxon átküldve, hanem csak rányom arra, hogy továbbítás, ellenőrzés megtörtént, és már benne is van a központi rendszerben. Tehát ezzel a saját dolgotokat is, és a mi dolgunkat is nagyban megkönnyebbítettétek. És hogy miről is beszéltem, a Netbriefing egyet, ki az, aki még nem látott ilyen képet eddig, kezeket föl? Ó, nagyon jó, ennek örülök, mert igazából a javarésze akkor ismeri már ezt a weblapot, ami azért dicséretes, mert az repülési terveket egyrészt innen lehet föladni, másrészt itt lehet a notamokat megnézni bulletinek tekintetéből, tehát az a második menüpont, harmadika. Repülési terv és az AIP-t is meg tudjuk nézni ezen az oldalon belülről is. Ettől függetlenül a repülési tervek a legfontosabb funkciója, és azért is készítettük, hogy legyen egy integrált rendszerünk, amivel biztosítani tudjuk azt, hogy a pilóták egyértelműen hozzánk megküldjék a számukra fontos adatokat, ne pedig ilyen elírásokból adódó félreértéseknél csúszson el a dolog. Amiről viszont szeretnék beszélni, és ami az egész előadásnak a témája, az az új Netbriefing, ami a leginkább a ti visszajelzéseitek, pontosabban a felhasználók visszajelzései, az összes felhasználótól kapott visszajelzéseink alapján készült. Jó magam vettem részt benne a specifikálásában, tehát az összes olyan igényt, amit most itt megvalósítottak, annak valamilyen szinten én is a részese voltam, és azért próbáltunk minden olyan igényt figyelembe venni, ami a mostani verzióban rosszul működött, kényelmetlen volt, egyszerűen nem volt térkép hozzá, nem lehetett rajta látni térképen semmit, ezen próbáltunk most változtatni. Tehát most ez az új repülés előtti felkészülést segítő alkalmazás pilóták számára, amiről beszélni fogunk, és hát a fő funkciói. Hogyan készültünk fel? Megnéztük a légtéradatokat, a légtér.hu, vagy a légtérfelhasználási terv részen. Ez most be lett integrálva a rendszerben. Megnéztük a meteorológiai adatokat, OMS.hu, vagy akár másik Aviation Weather oldalról. Ezt az információt is becsatornáztuk ebbe az alkalmazásba most. Megnéztük a notamokat, és megpróbáltuk előre megnézni, hogy milyen eltérések várhatóak az útvonalunkon. Ezek az információk is bekerültek most már térképes formátumban, illetve egyértelműen a repterv feladás és készítésnek a legfőbb tulajdonsága az az, hogy térképen megtervezhessük. Most ezt is meg tudjuk már tenni. És hogy hogyan is néz ki? Próbáltunk valami ismerős hátteret alkalmazni. Aki már látott 500 ezeres térképet, annak ismerős lehet, remélem mindenki. Nálunk is lehet összehajtogatottan és kilapítva is. A lényeg az, hogy nagyjából tudja a pilóta, mire számíthat, ezt vettük elő egy háttérképnek. Ez egy webes alkalmazás, tehát ha megnézzük a netbriefing.hu oldalt, amint élesbe állunk, onnantól kezdve a következő verzió már így fog fogadni minket. Egy regisztráció után, hát 5 perc mondjuk azt, belegisztrálhatja a saját e-mail címét, nevét, szakszolgálati számát, szakszolgálati engedélyszámát egy telefonszámmal, és telefonon keresztül fogja visszaigazolni a rendszer, hogy hivatalosan is beléphet, tehát azzal fogja magát hivatalosítani az ember. Majd, amit említettem, hogy milyen adatokat tekinthetünk meg
a rendszerben. Hát a légtéradatokat eddig szövegesen láthattuk, azt jelenti, hogy a magyar közlönyben kijött egy jogszabály. Hivatalosan például Matkó pusztáról annyit tudhattunk, a kecskeméti MCTR légtér átfedő részének kihagyásával egy kör, valamilyen sugarú, és akkor azt most utána térképen kiszerkeszthettük volna. Hallottam már itt a szünetben másfajta alkalmazásokat is, akik próbálják megjeleníteni, és tényleg nagyon sokat segítenek már most is a kisgépes társadalomnak, de nem a hivatalos információkról beszélhetünk, csak egy újra rajzoltnak. Én most állíthatom nektek, hogy amit mi itt megkaptunk a jogszabályban, én beírtam az adatbázisba, a központi európai légiforgalmi adatbázisba, és onnan kivéve a rendszer automatikusan megjeleníti a hivatalos és tényleges légteret, például a Matkó-pusztai drobzónra vonatkozóan is, ami jelen esetben így fog kinézni a rendszerben. Amit itt láthatunk, hogy ténylegesen az egész légtér struktúra megjelenik, mindenfajta légterekkel, most kiemelten például a Matkó-pusztai drobzónnal, arra vonatkozóan a telefonszámok, elérhetőségek, magasságok, kontaktinformációk és maga a kinézetnek a formája is. Tehát most már lesz egy olyan felületünk, ahol ha belép a pilóta, nem kell gondolkodni, hogy vajon merre kell kerülni, mennyit kell kerülni, hol van ez, egyértelműen látszik a térképen, és ez alapján tud tervezni is majd. A másik nagyon hasznos funkció, a légtérfelhasználási tervet hallottam már, hogy itt sokan emlegettétek. Jelenleg a rendszerünk képes arra, hogy amit a légtérgazdálkodók az ő saját munkahelyükön megjelenítenek a rendszerükben, azt becsatornáztuk ide, és látszik is, hogy a még nem aktivált, pontosabban már fél órán belüli hatályossággal megjelenő légterek látszanak sárga színnel, tehát szép nagy katonai légterek azokra vonatkozó magassági adatokkal és működési információkkal, illetve ami már most jelenleg is aktív, az pirossal látszódik, itt ez a déli nagy doboz. Tehát már most is van egy ilyen állapot, amikor a ténylegesen használt légterekről pontos hivatalos adatokat láthattok és vehettek alapul a tervezéshez is. Beszéltünk arról, hogy nézni kell a meteorológiai adatokat is. Ez azt jelenti, hogy az OMSZ-nak, ami adata van és küldi felénk, azt megpróbáltuk becsatornázni ugyancsak erre a térképre és megjeleníteni valahogy. Ez azt jelenti, hogy a csapadék intenzitást már jelenleg is meg tudjuk jeleníteni, egy külön rétegen, tehát hogyha érdekel minket, akkor bekapcsoljuk, ha nem foglalkozunk az időjárással, kikapcsoljuk, illetve a METÁR és a TAF vevőállomásoknál helyileg lehet megjeleníteni azt, hogy milyen időjárás várható, illetve mit jeleztek előre már most a meteorológusaink. Ezt színkóddal is megjelenítjük, tehát például egy zöld színnel jelölt pont, az azt jelenti, hogy VFR számára valószínűleg alkalmas a repülés, és oda nyugodt szívvel mehetünk, míg egy pirosabb, ködösebb rész az úgy fog megjelenni, hogy piros pont. Ha rávisszük a kurzort, akkor látszik maga a jelentés, ami alapján, vagy az előrejelzés, ami alapján ezt beszíneztük, illetve látszik maga az egész képernyőn az a csapadék intenzitási réteg, amit kapunk konkrétan a meteorológiai osztályunktól. Tehát ez is hivatalos információ, amit feldolgozunk, és egyértelműen a pilóták útvonalának a tervezéséhez nagyon könnyen felhasználható és hasznos lehet. Ez is volt a cél. Notamokról is beszéltünk, tehát hogyha bármilyen listát szeretnénk készíteni, ebben a rendszerben ugyancsak lehetőségünk lesz rá, akár egy bulletinként előre legenerált listában, akár ha rámegyünk egy repülőtérre, ahol van ilyen információ, ott helyileg is megjelenít. Netán hoztam egy ilyen mintát, térdre ragasztható lappal, tehát ez a térdre ragasztható, hát útvonalra elvihető formátum, ugyanígy előre elkészíti a program, és ki lehet nyomtatni ezeket az információkat, hogy ne kelljen még annyit se dolgoznunk, mint ezelőtt. Nekem másfél óra volt kézzel összeállítani egy ilyent. Tehát ez nagyjából így néz ki a térképen, hogyha Pécsfogányra kiadtak egy notamot, most jelenleg megváltozott a frekvenciájuk, ez már a jelenlegi AIP-ben is közzé lesz téve, illetve most már kint van a honlapunkon is, de addig, ameddig ez még nem jelent meg, már most a térképen lehet látni, hogy milyen változásra lehet számítani, mikortól és milyen helyen. A hiteles információkról beszéltem már, tehát nem kézzel írunk be semmit,
magába ebbe a szoftverbe, hanem az a központi európai légiforgalmi adatbázist használjuk fel, és az összes információt csatornázzuk oda. Most a legújabb adatcserés szabványokat használjuk fel, tehát kézzel semmit nem manipulálunk, és nem írunk át. Ami hitelesen közé van téve az AIP-ben, az az információ látszik a térképeken. Mutatok egy példát, ha már Tököl meg Budaörs, és nagyon sokan itt vagyunk a téma alatt, akkor a CTR-t egyértelműen mindenki ismeri, az összes dropzone, hogyha lesz Tökölön dropzone, az is itt lesz megjelenítve, meg is lehet nézni, hogy mettől meddig tart. A danger areák, restricted areák, az összes olyan légiforgalmi adat és légtér, amit elérhető jogszabályokban és az AIP-ben, az megjelenik a térképen. Ami a legjobb, hogy rétegekként lehet kapcsolgatni, tehát a jobb oldali oldalon, hogyha látjuk, repülőtereket bekapcsoljuk, VFR belépőpontokat bekapcsoljuk, kikapcsoljuk igény szerint. Illetőleg, hogyha kíváncsiak vagyunk tényleg csak a légiforgalmi jellegű információkra, azt is megtehetjük, hogyha az alaptérképet megváltoztatjuk. Meg lehet változtatni az alapot is, amin az egész tervezés zajlik. Jelen esetben most egy üres képen látszódik az összes ilyen információ, amit már a feldolgozott szoftver megjelenít számunkra. Illetve hát nem akarok senkinek ötleteket adni, de hát hogyha az erre egy alfát szeretné kerülni, egy Google Satellite View-val egyértelműen be lehet zoomolni arra a házra, amit be kell célozni, és akkor nagyon nagy valószínűsége, ha tudjuk tartani az irányt és magasságot, nem fogjuk megsérteni egyik mellettünk levő légteret sem. A tervet a mi rendszerünkbe lehet importálni, tehát nyilván az egész programnak az a funkciója, hogy nektek ne kelljen plusz tervet készíteni, leadni más programokban, hanem hogyha már egyszer összeállítottátok és megrajzoltátok térképen, azt be lehet küldeni, és onnantól kezdve, ha jóvá hagyták, nincsen benne egyéb hülyeség, és az arós kollégák feldolgozták, onnantól kezdve már élesedik is, és a Mátyásban már tudni fognak rólatok. Megint csak a szektorizáció szempontjából nagyon hasznos ez, illetve majd a következő koordinációkkal, tehát hogyha koordinált légterekbe is beléptek, már egyből tudni fognak rólatok. Hogy néz ki egy példa? Én megrajzoltam az említett útvonalat, Budaörsről felszálltunk, elmentünk Esztergomba, Visegrád, majd vissza, és rögtön lehet látni, hogy keresztezünk egy danger areát. Ettől függetlenül még a tervet ugyanúgy el lehet készíteni, nekem ez megfelelt így, nem akartam tovább bonyolítani, menet közben majd úgy is szólnak, hogyha az ténylegesen működik, és kerülöm valamilyen szinten. Ha rányomtunk az egyik gombra, a repülési terv előállítása gombra, azonnal feldob a rendszer a megrajzolt útvonalunk szerint és a kiválasztott repülőgépünk szerint egy kitöltött, kész repülési tervet. Tehát ez talán a legnagyobb funkciója, vagy a legkényelmesebb funkciója, hogy a rajzoláson kívül nagyon más tennivalunk most már tényleg nem lesz. Összekattingattam egy útvonalat, beírom azt, hogy ki a parancsnokpilóta, és onnantól kezdve az elérhetőségem is benne van már, ugye a mobilszámunkat azt megadtuk, azt most szeretném hangsúlyozni, nagyon hasznos, hogyha megvan adva a mobiltelefonszám a repülési tervben, azt őrizzétek meg, ezt a jó szokást. Ezt a program már automatikusan meg is teszi nekünk, hogyha a regisztrált telefonszámunkat megtalálja, és egy ellenőrzés után be is küldhetjük a központi rendszerbe. Azt szeretném hangsúlyozni, hogyha bekülditek a repülési terveteket, az még nem azt jelenti, hogy ti tényleg le is adtatok egy repülési tervet. Tehát tegyünk különbséget a beküldött és az elfogadott repülési tervek között. Tehát ha rányomtok az elküldés gombra és a rendszer megette, az azt jelenti, hogy köszönjük szépen, szintaktikailag nem volt benne probléma, és egy szürke sorként megjelenik majd itt a leadott repülési tervek listájában. Most látszik, hogy az egész sor szürke. Amint megjött a visszajelzés az arótól, az első ellenőrzés után, kapjátok a visszajelzést, hogy vagy zöld, vagy piros színűre vált a repülési tervetek. Nagyon fontos, hogy akkor tudtok elindulni, ténylegesen repülni, ha zöld ez a sor. Tehát, hogyha nem várjátok meg, nem nézitek meg, onnantól kezdve nem biztos, hogy van egy leadott tervetek. És előfordult már azt, most is hallottam tegnap előtt a ficesektől, hogy feladta a tervet, azt mondta a neten keresztül, bejelentkezett a frekvencián, de ott nem találták. Ez pontosan ennek köszönhető, hogy ő rányomott az elküldés gombra. Utána a rendszer megette, hiszen nem volt benne semmi olyan szintaktikai probléma, ami nem ment volna át a rendszeren, viszont az arósok kiszúrták, hogy hát nem tudom én, nem jó repteret adott meg, más formátumban kellett volna megadni, bármilyen egyéb olyan emberi dolog lehet még benne, ami az eljárások miatt kötelező. Ezt a rendszer nem fogja nektek szólni, viszont az arós a bezöldítéssel vagy bepirosítással visszaigazolja nektek, hogy ez ténylegesen elfogadásra került. És onnantól kezdve nyilván a Mátyás képernyőjén ugyanaz az útvonal fog megjelenni.
és innentől kezdve már a frekvencián beszélgetünk arról, hogy hogy kerüljük el ezt a piros légteret. A jó, hogy már tudnak előre rólunk, és tudunk koordinálni. Ezt szeretném hangsúlyozni még egyszer, tehát ez égjen be a szemetekbe, meg az emlékezetetekbe, ameddig nem zöld a terv, és nem kaptatok róla visszaigazoló levelet, addig nincs leadott tervetek lényegében. E-mail üzenetet is kaptuk a státuszról, most már egy rövid szöveges, hát egy címből látszódó ACK üzenetet kaptam, tehát az azt jelentette, hogy elfogadták az Arónál, innentől kezdve van repülési tervem, és indulhatok. Ezen felül a repülési tervre nyomva még további funkciókat érhetünk el, tehát hogyha már egyszer leadtunk egy tervet, ugyanúgy felhasználhatjuk akár új útvonalhoz, kirajzolhatjuk az útvonalunkat, amit lerepültünk, és PIB-et készíthetünk rá innen is. Tehát hogyha szeretnénk, akkor megnyithatjuk ugyanezt a listát, és az útvonalra vonatkozó összes notamot kigyűjti nekünk a program, megint csak a hivatalos forrásból. A másik nagyon fontos dolog a második sorban levő gombok, Change, Delay, Cancel, Arrival és Departure üzenetek. Tehát erre vonatkozóan, erre a repülési tervre vonatkozóan tudtok küldeni további üzeneteket az Arónak, akik feldolgozzák a terveteket, és azt szerint fogják változtatni a ti repüléseteket, vagy legalábbis a tervet, amit beadtatok előzetesen. Tehát ha később indultok, küldtök egy delay message-et, és tudni fognak róla, hogy nem féltől kell majd szektort nyitni, hanem csak egésztől, mert az a pont egy gép, ami választja a határt, az később fog indulni. A nagyon fontos lesz még itt is a departure és arrival, főleg az arrival üzenet, amit említett már Csaba is. Tehát az arrival üzenet küldésével is tudjátok zárni a terveteket. Ami még mindig nagyon fontos, és hangsúlyoznám, hogy ez egy módja, nem csak így lehet. Ez a szoftver is lehetőséget tesz most már nektek arra, hogy zárjátok a terveteket. A lényeg az, hogy itt össze lesz gyűjtve az összes olyan terv, amit ezen a rendszeren keresztül beadtatok, színkód szerint csoportosítva, az archívban a régiek, a jelenlegi, a mostani, legutóbbi repüléseitek lesznek felsorolva. És ha már voltak nagyon szép videóink, amit teljesen mozi feelinggel besötétítve végignéztünk, egy-kettő példát én is hoztam nektek, hogy ezeket a példákat hogyan tudnánk akár már tervezés szinten megelőzni. Egyrészt volt szó a magassági profil és koordinációról, tehát hogyha egy tervet úgy adunk be, hogy megadjuk mindegyik ponthoz a magasságunkat. Erre a szoftver lehetőséget fog majd biztosítani, mindegyik ponthoz meg lehet adni, hogy tervezetten milyen magasan leszünk azon a ponton, semmi más nem kell csinálnunk, kiválasztjuk az útvonallistánkból azt a pontot, beírjuk, hogy például Baluxnál 4000 lábon szeretnénk átlépni, bemegyünk a CTR fölé, kilépünk TPS irányába, ott emelkedünk 6000-re, 6000 elérése az körülbelül Jászberénél várható, és onnantól átmegyünk Nyíregyháza irányában. Ezt a szoftverben nagyjából ilyen módon tudjuk megtervezni, összekattingatunk egy útvonalat. Az említett pontokra, hogyha rávisszük az egeret és kattintunk, már azonnal azt a pontot fogja felajánlani, ami ténylegesen ismert a Mátyás rendszerben. Tehát az elgépelés valószínűsége most még sokkal jobban lecsökkent, várhatólag nem írtok bele plusz fiktív útvonalpontokat, annak ellenére, hogy a rendszer mit dob fel, lehetőség van rá, nyilván próbáljuk használni azt, hogyha már felajánlja a rendszer, akkor válasszuk ki azokat a pontokat, amit feldobott. És ahogy mondtam, Baluxnál megadtunk egy 4000 lábas magasságot, átmegyünk a CTR fölött, TPS-nél emelkedünk 6000-ig, és onnantól Nyíregyháza, mondjuk Jászberény érintésével, egy teljesen használható útvonal, amit, hogyha a FIC megkap és ezt leadjuk, akkor ők már azonnal tudni fogják, hogy kikkel kell koordinálni, milyen időben, és lehet, hogy mire beszálltok a gépbe és fölemelkedtek 3500-ra, már meg lesz bőven az engedély, mert már a profilt is tudják és látják, hogy kikkel kell. Nyilván, amikor már a következő katonai légtér felé közeledünk, azelőtt is már egy bő 10 perccel meg fogják kezdeni ezt a koordinációt, és mire odaértek, már valószínűleg át fogtok tudni repülni. Másik példa volt az R1 alfa, ezt emlegettem, mert kaptam visszajelzést, hogy sokan mondják azt, hogy kerülik, igen, tudjuk hol van, és utána a radaron mégiscsak ott van a piros, és keresztül rajta a pötty. Használjuk a domborzati alaptérképet, van rá lehetőség ebben a programban, kirajzolódik az összes környékbeli, hát hegy, csúcs a budai dombságból, és látszódik, hogy nagyjából milyen terünk van mozogni. Tehát a kérdés az teljesen helyes volt, hogy akkor milyen magasságot töltsünk, hogyha ott jön a virágos nyereg, illetve akár ott a Jánoshegy mellett, hogyha próbálunk átmenni. Nagyon-nagyon szűk a hely. A program kirajzolja nekünk oldalról, oldalnézetből is a vertikális profilunkat. Tehát, hogyha alul nézzük a térképet,
Látszik, hogy például most Dunakesziről indultam el, és jöttünk vissza Budaörsre egy nyugati fordulóval. Dunakesziről fölemelkedhetünk, de csak 2000 lábig. Az látszik, hogy ott fölöttünk van egy légtér, tehát abba semmiképp sem szabad belemelkedni. Kaptunk már tanácsokat, hogy hogyan ne emelkedjünk bele, tehát nyilván próbáljunk 1500-1700 lábat tartani, hogyha bizonytalanok vagyunk, hogy ténylegesen jól be van kalibrálva a transponderünk. Majd, hogyha megyünk lefele, jönnek a dombok, és itt lehet látni, hogy nagyjából milyen magasságban, milyen csúcsok vannak. Tehát itt 130, 430, 570-es magasságokat is látok, ez méterben értendő nyilván, tehát ehhez képest kell, azt átszámoljuk, az már 1500 láb környéke, és fölöttünk meg 2500-as légtér van. Azt is itt szépen lehet látni egy zöld csíkkal, hogy hol van a téma következő magassági foka. Tehát itt ez most már 2500-as légtér. Ott éppen a 2000-en, hogyha még megyünk, akkor magunk előtt ugyan látjuk a hegyet, nem annyira jó érzés, fölfele nem tudunk menni, és be is vagyunk szorítva kettő légtér közé, úgyhogy én ezt semmiképp sem ajánlom senkinek. Próbáljátok elkerülni, hogyha lehet, én észak felé szoktam, akkor a biztos. A programban ettől függetlenül lehetőségetek van, ha legalább már tényleg mindenképp erre szeretnétek menni, legalább vegyétek figyelembe a magasságokat, és készüljetek föl a szerint, amit a térképen is láthattok. Illetve volt egy harmadik példa, a 2000-es probléma, a transponder beállítás. Itt is csak annyit tudok mondani, hogy ha Dunakeszés környékén Gödöllőn repültök, mindenképp próbáljátok tervezni egyet, hogy lássátok legalább a légtér lépcsőháznak a szélét, hogy hol van az a légtér, ahol már ténylegesen emelhetek, és egy kicsit lazult a légtér struktúra. Tehát, hogyha például megyünk nyugatra, átlépünk a Dunánál, hol ne csípjük még le ugye az északi részét a CTR-nek, javasolt a Megyeri híd, akkor horizontálisan is meg lesz legalább az a kevés, amit megkövetelt az approach, vagy most éppen a torony illetékessége, de jobb, hogyha tartjuk tőle a távolságot, majd a Duna vonala után látszik szépen a zöld vonallal, hogy hol van a következő lépcsőház lépcső. Az meg már a 2500-as légtér, tehát nyilván ott már egy kicsit szabadabban mozoghatunk. De ezzel minél többet ismerkedjetek, barátkozzatok majd, hogyha el tudjátok érni a rendszert, és ezek alapján próbáljátok majd a transpondert is úgy állítani, hogy ezeket a magasságokat ne sértsétek meg. Főleg itt a kettő légtér közötti váltásoknál nagyon fontos ez. És hát zárásképpen mit mondhatnék? Hogy zárjuk a tervünket mindig. Ezt ugyancsak hangsúlyozni szeretném még, nem tudom én, hanyatszorra, csak Csaba kedvéért. Tegnap voltam pont a munkateremben megnézni egy ilyen helyzetet, hogy le tudjak fényképezni nektek valamilyen képet, és pont kerestek egy helikoptert. Jött Sármellék felől, állítólag Hertelenden szállt le, el is érte azt az időt, amikor már ténylegesen ott kellett, hogy legyen. Elbúcsúzott ugye Sármelléktől, áttekert Hertelendhez, kutas frekvenciájára igazából, és onnantól kezdve nem hallott semmit róla a Fic. Kérdezték, kutason ott van-e, leszállt-e, ők azt mondták, hogy nem. Azt mondták, hogy látták tovább repülni a következő reptér irányába, ott megkérdezték, ott még nem látták, a repülési terv viszont már lejárt, de semmi információ nem volt róla. Ez nagyjából egy 20-30 perces telefonálás és folyamatos utánajárás, plusz az SV értesítése és egyéb problémákat is okozott, csak annyival, hogy nem mondta azt az egy mondatot, hogy kérném a tervem zárását. Tehát ezt mindenkinek próbálom a tudatába égetni, hogy az nagyon fontos dolog, vagy a földről, vagy a levegőben, vagy akár a netbriefingben, amikor már leszálltunk, és úgy érzitek, hogy végeztetek, nyugtassátok meg egyrészt a Ficet, meg a többi környéken levő gépet is, hogy már a földön vagytok. Úgyhogy én úgy látom a jövőt, hogy ténylegesen mindenkiről lesz majd információnk, aki a levegőben mozog, kapunk megfelelő mennyiségű repülési tervet, az összes pilóta felkészül, és ezáltal, hogyha ez a kettő már megvan, onnantól kezdve azt mondhatom, hogy egy sokkal biztonságosabb légtér van fölöttünk. Úgyhogy használjátok sokat a rendszert, hogyha élesbe áll. Köszönöm szépen!